Balatoni Sándor tette le a labdát. Pap Ervin fújja a sípot egyébként, azt elfelejtettem mondani. Ez egy nagyon jól megcsavart labda volt, és a fejes is bizony. Úgyhogy az első nagy helyzet, az kimaradt a fűzfői oldalon. Ez pedig egy jó nagy tűnő indítás. Bardon Zsolt, és hát elég nagyot lögtek rajta egyébként. Szelecki Attila nem csak vállal, de egy elég csúnya bodycheket csinált vele, tehát ekkorát nem lehet lökni azért. Tehát neki aztán sportszerűen fölsegíti ellenfelét. Humli. Jó beadás, ott a lövés, és a kapufa beveri. Nagyon szép támadás volt, és a lövés is bizony az volt. Úgyhogy Auerbach Attila találatával a 12. percben megszerzi a vezetést. Bardon adja tovább a labdát, jó a sarkazás is. Jobb külsővel a passz is, a tovább tolt labda is, és jön vissza az indítás. És Balatoni hárított. Ez egy nagyon szép lábról lábra felépített akció volt a Tiactól. Azt is lehet rámondani, hogy gyors, kontra, korszerű támadás. Espár tette tovább a labdát. Az nagyon nagy labda, Varga Tamás. Varga lövi rá, de gyenge volt. Szabó Patrik nagyon nagy labdát adott Varga Tamásnak. De ha minden így marad, akkor szombaton egy rettenetesen izgalmas őszi elsőséget eldöntető Veszprém-Füredet láthatnak majd itt a YouTube csatornán, hiszen természetesen azt a mérkőzést közvetítjük majd, amit mindenki nagy érdeklődéssel vár, de közben nézzük most Humlit. Az első gólt is ő készítette elő egy remek passzal. Szabó Patrik megpróbál lefordulni, tovább tudja tenni Varga Tamás, és belevetődik a lövésébe Domján. Nem, Szabó Bálint volt, Szabó Dániel volt az, bocsánat. Próbálta visszaszerezni, de nem sikerült. Páfi picibe szépen tette le a labdát, nincs les, és így szerencsésen pattan a labda. Humli, gólhelyzet, és ott a második gól, és ugyanúgy Auerbach Attila a szerzője, 2-0-ra vezet a 30. percben. Auerbach Attila két góljával, a fűszve a Tapolca ellen, és mind a két gól előkészítője Humli Péter volt. Szerencsésen pattant elé a labda, már mint Humli elé, de megoldotta, megcsinálta azt, amit megkövetelt a haza. 2-0 tehát a zöldfehérek javára, a hazai zöldfehérek javára. Komjáti Gergő végezheti el a szabadrugást, ha már egyszer vele szemben szabálytalankodtak a hazaiak. Komjáti, jön a hosszú oldalra a labda. És Radnai védett maga biztosan. Humli végezheti el a szögletet a 73. percben, továbbra is 2-0-ás fűzfői vezetésnél. Na, kiérkezik Nyári. Szabó Patrik lövi rá egyből. A kapufáról jön ki a labda. Nagyon mellé nyúlt ennek a kapus. Így a vége fele nyugodtan elmondhatjuk, hogy a fűzfőiek megérdemelten szerzik meg a 3 pontot, hiszen rúgtak 2 gólt, egyet sem kaptak, és mind a két találatuk egy mintaszerűen kidolgozott akció volt.
az első gólhoz kellett egy kis szerencse is, hogy a kapufa lapjáról befele vágódjon. De hát ez semmit nem mond le a gól értékéből. És a tapolcaiak küzdöttek, futottak, hajtottak. Az újonc támadó játéka az bizony nem volt ma meggyőző. Szinte gólhelyzetet sem tudtak kialakítani. Így jogosan kerül a 3 pont a fűzfőiekhez, akik ezzel megszerzik első hazai pontjaikat és győzelmüket is, és pontszámban beérik a piros mezeseket a tabellán. Ugye ez volt a nagy kérdése ennek a mérkőzésnek, hogy a két közelálló csapat összecsapása mit hozhat? Hát fűzfői győzelmet. Ez is lesz, igen.